Egy mezőtúri lakos közlekedett személygépkocsival a 46-os számú főúton Törökszent Miklós irányából Mezőtúr felé. Haladása során a 20. kilométer szelvénnél meg akarta előzni az előtte közlekedő személygépkocsit és az azelőtt haladó mezőgazdasági vontatót. Az előzési manőver során balra kormányozta járművét, és az lecsúszott az úttestről. A jármű többször átfordulva állt meg. Lesodródott az útról, majd megpördülve az út mentén állt meg egy személygépkocsi a 46-os számú főúton Törökszent Miklós és Mezőtúr között. Az esethez a mezőtúri hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet, majd a sofőrét, aki önerőből nem tudott kiszállni, kiemelték a roncsból és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A baleset következtében a jármű sofőrje 8 napon túlgyógyuló, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Őt az országos mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. A rendőrség felhívja a gépjárművezetők figyelmét, hogy az esőzések idején megváltoznak az útviszonyok, az utak hirtelen csúszósá válhatnak, ezért a balesetek elkerülése érdekében megfelelő sebesség mellett fokozott óvatossággal vezessenek.